Adjon Isten, itt vagyunk megint a Skodánál. Ott a Skoda, és megint lerobbant. Úgyhogy most próbálunk itt egyet indítani. És az, várj, az előbb lerobbant, ugye? Ja. Ó, basszus. Várjál, világít az aksilámpa megint. volt. Azaz a generátor nem tölt. Lekapcsoljuk a lámpiont. Már 11,7. AC-t kinyomjuk. Nem bízok benne, hogy valami kábelhiba. Mert indul. Ennyire kicsi feszültséggel. Van egy izém, egy ilyen... Fogod nekem ezt a fityulát? Ja. Leszek az operatőröd. Melyik a szebbik oldalad? Melyik a szebbik oldalam? Igen. Hát nem tudom. Na hát a jó öreg multiméter, és akkor mérecskélünk, hogy nem-e valami kábel probléma, mert olyan gyanús. Itt 11 egész valamennyit, nincs töltés. Aztán megmérjük a generátornál is. Nem lesz nehéz, mert jó helyen van, nem úgy, mint az olaszoknál. Ők elrakják a... oda be hátra a fenébe. Csinálj vele azt, amit akarsz. Keresünk egy testet. Hát ez a generátor, az nem megy. Faszok. Na jó, van, kiderült, hogy a generátor semmit nem csinál, mert 11,6 itt a csatlakozónál, ott bent. Úgyhogy ezt ki kell venni, van benne egy Valeo 90 amperes generátor van benne. Ott van, valószínűleg a szénkefé elkopott, úgyhogy jó lenne találni hozzá gyorsan szénkefét. Itt van egy csavarja. Ott azt kell kivenni, meg valahol máshol is lesz csavar, és akkor már ki is jött. Ennyi. Na, dokumentálok már itt közben, ezt levettem, innen egy anyát levettem. Most itt van egy ilyen állítható kulcs, a tulajdonosnak volt, és akkor hát most meg lehúzom róla azért a szíjat. És akkor hát utána meggondolom, majd jön ki nem sokára a generátor, mert egy ilyen egyelőre feszíti a szíj, még alul lesz valahol egy csavar, biztos, hogy lesz valahol, azt még meg kell találnom. Kicsit. Ez nem olasz autó, hogy hátul legyen benne a generátor, ebben nagyon jó helyen van, és örülünk neki, mert így hamar kijön. Az enyémből durván 8-10 óra, mire kijön, annyi meló. Szedem itt ki a rengeteg sallangot, hogy azért a jól hozzáférhető generátor azért nem 100%-osan jól hozzáférhető, de bízok benne, hogy ki fog kerülni. Itt van például a feszítő, ami
kicsit... Na, de... Nem kutya, úgyhogy csak egy kicsit zúg. Ez még simán vissza lehet lökni. És... Már elvileg csak egyetlen egy csillag van, ami persze nem látszik, de én érzem, hogy hol van. És már csak azt kell meglazítani. Már ha meglazít... És elvileg... Mindjárt kiderül, mit lazítottam meg. Már egy jó hosszú csavar. Szerintem ennek a generátornak amúgy ki kéne jönnie. Szerszám. Na, nézzük is ezt a generátort. Először is, amit észre lehet venni, kotyog a tengely. És itt kotyog elő, vagy hátul. Na nézzük. Ezt a burkolatot 8-as kulcs fogja, vagy csavar. Amúgy a tulaj így óvatosan megjegyezte, hogy hát ők vették meg a zöld Volvónkat, és így óvatosan megjegyezte, hogy hát bizony a Volvóval kevesebb volt a probléma. Hát ezt igazából lehet, hogy kevesebb volt vele a probléma, de egy kiöregedő példány, ott inkább az a legnagyobb baj, hogy egy idő után eltűnnek az alkatrészek, és már nincsen több alkatrész. Ez a csavar vagy megszakadt, vagy nem. Mindjárt kiderül, hogy kijön-e. Á, jön ez. Kicsit bele van rugadva. Szóval az a biztos, hogy ez nem tölt. Ez a generátor. Pedig attól független, vagy én nem tartom megbízhatatlannak, mert ott van az 1.6-os motor, ami benne van, az a 8 szelepes, annak nem nagyon van gyenge pontja. Igazából egy kicsit falánk, meg szereti az olajat, de amúgy meg tartós. Ezt azért mondom, mert nekünk is volt ugyanilyen motoros pólunk, és sokan megsértődtek, hogy hát, hogy ez mert hogy nem is eszik sokat, hát nem tudom, a miénk az nagyon sokat evett, és pedig akkoriban az egy fiatal jószág volt, meg nem volt benne csak olyan 45 ezer kilométer, mikor megvettük, de szóval voltak problémái annak a motornak. Ja, meg a másik még az, ami szeret bennük tönkre menni, az a folytószelep elkoszolódik. De hát azt ki kell takarítani, azt megy tovább. Tehát tudod egy csinálni, hogy csak úgy leáll. Gondolját is leáll. És az azért, mert a folytószelep az koszos. De utána újra beindul, csak hát nem tudja megtartani az alapjáratot. Ez miért nem jön le? Valeo, miért csináltok ilyet? Volt egy kis karom. Na és itt van benne a híd, háromfázisú híd, ez csinálja az egyenáramot a váltó áramból, és itt vannak benne a szénkefék, úgyhogy itt úgy néz ki, hogy három darab kis csavar lesz, és utána megtaláljuk a szénkeféket. De szinte kár nézegetnem, mert ez a generátor, ez csapágyos. És nekem meg arra nem nagyon van időm, hogy itt csapágyokat cserélgessek, meg
meg ilyesmi, hogy most annyira szétborítani a generátort. A tulajnak amúgy már mondtam, hogy ő eléggé rottyon van. Úgyhogy ez egy komolyabb felújítást igényel ez a generátor. Persze el lehet vele szotyizni, csak az nincsen meg hamar. És kint is van. Mégis ez a külső kotyog. Ez a külső csapágy, ez oda van. Itt lehet látni, hogy ez a szénkefe, ez még jó. Viszont ez a szénkefe, ez meg már nem. Az be van égve. Az nem működött. Ez volt az, ami nem működött. Csak hébe-hóba. Hát meg agyig el van kopva. Teljesen. Úgyhogy itt forrasztós, úgyhogy ha ez kioldja az ember, akkor kiugrik a szénkefe, akkor kijön, és lehet cserélni. De, ezek is el vannak kopva, úgyhogy ezt a gyűrűt is, ezt a hosszanti gyűrűt is cserélni kell, ezt a részgyűrűt, vagy bronz, ezt is cserélni kell, úgyhogy nem egy drága dolog ez a gyűrű, meg lehet ezt menteni, hogy szénkefét cserél az ember, nem kompletten ezt a feszültségszabályzót cseréli, hanem csak a szénkeféket. De még ott van a csapágy is, úgyhogy hát a tulajnak azt ajánlottam, hogy találtam neki 120 euróért találtam neki generátort, felújítottat gondolom, és vegye meg, mert generátort nem lehet hozzá kapni itt, ilyen boltokba, csak ilyen rendelőset, úgyhogy úgy találtam rendelőset. Ilyet megint nem nagyon lehet kapni. Úgyhogy ezt az egységet, azt hiszem, ezt lehet így mindenestől. Ezt a feszültségszabályzót, ezt lehet kapni. De ebbe is egyszerűbb lenne csak szénkefét cserélni. Na mindegy, ha csak szénkefe, meg csak ez, meg csak a csapágyak, mind a két csapágy, akkor olcsóbban jön ki, de irgalmatlan munka felújítani. Úgyhogy ez nem éri meg. Nem éri meg. Én magamnak talán majd felújítok egyet, hogy kíváncsi vagyok, hogy sikerül, de nem éri meg szöszölni vele. Amúgy itt van az Alfának a generátora, az is hasonló, nincs annyira elkopva, de ennek is cserélni kell. Az alsó nincs elkopva, a felső el van kopva. Úgyhogy ez a Magneti Morelli 100 amperes. Viszont ezek a szénkefék, ezek sokkal hosszabbak, de ezek se jók. Úgyhogy ezeket is már nem szabad berakni. Ez a generátor még működött. Aztán el lett mosva, és miután ilyen zsíroldószerrel elmostam ezt a generátort, hát ilyen lett a csapágy. Úgyhogy hát erről ennyit. Csapágycsere. Pedig ez előtte ezt nem csinálta. Kolompol benne a csapágy. Hallatszik, hogy egy csapágygolyók szárazon járnak, mert kimosta a zsírt. Még hogy szárazon, de még kolompolnak is, mert úgy néz ki, egy kis rozsda is lett, míg ki nem száradt. Úgyhogy szerintem nem érdemes ezekkel szöszölni. Venni kell felújítottat, ezt hozzá, ezt oda kell adni, hogy csináljanak vele valamit. Újítsák fel ezt is, és kész. Ebből nekem van kettő. Ebből a 100-as Magneti Marelliből lehet, hogy hozzákezdek, és megveszem hozzá csapágyakat, meg veszek hozzá ilyet, meg szénkefét, vagy hát nem szénkefét, hanem ebből nehezebb kiszedni, hanem ezt a komplett
ezt a komplett szettet, és akkor egy kicsivel olcsóbban megúszom, mintha vennék rendes felújítottat. De nem sokkal, egy picivel olcsóbban megúszom. Úgyhogy lehet, hogy szöszörök vele, ha majd ráérek. Amúgy, ami a Skoda mellett szól, az nem más, mint az, hogy komolyan egy olyan 10 perc alatt ilyen barkát szerszámokkal, szóval ilyen kezdetleges vackokkal 10 perc alatt kikaptam a generátort. Úgyhogy hihetetlenül könnyen hozzáférhető volt minden helyen, tényleg le a kalappal. Az, hogy így megtervezték a kocsit. Ezt azért sajnos nem mondható el az Alfámról, hogy ennyire könnyű lenne szerelni, de hát na, ízlések és pofonok. De az nyilván azt élmény vezetni, a Skodát viszonylag kisebb élmény vezetni, de hát valamit valamiért. Megjött a Skodához az új generátor, úgyhogy hát lökjük is bele, mert menni kell a kocsinak. Úgyhogy hát jó, most itt gyorsan megnézem, hogy melyik csavar mihez tartozik. Itt van a feszítő, mint hallottátok, a icipici csapágyos, de hamar ki lehet cserélni, hogyha beadja a kulcsot. És ennyi, semmi más dolgunk nincs, csak úgy bele kéne rakni a helyére. Belsőnök az alját. Nem teljesen ehhez való. Valószínű. Mert egy kis hézagot látok. A rövid csavar megy le. Úgy néz ki. Megy bele a másik csavar is. Az elektromos csatlakozó megy a helyére. Aztán itt van benne még egy a töltésnek a csatia. Hát csak a feszítő görgő bemegy, fel a szíj, és utána jöhet a próba, hogy viselkedik a generátor. Ez a fantasztikus szerkezet. Úgy se látok belőle semmit, úgyhogy fölrakom, meg még ezt a lemezt is fölrakom, és akkor cső, és indítunk. Na nézzük, mit csinál. Az akkumulátor még nem lett föltöltve, úgyhogy... világít. Mindjárt megnézem. Semmi. Megnézzük. Ezt kellett volna, hogy vetted el egy szám, vagy hogy? Igen. Jó. Na, minden a helyén van pedig. Na.
próba még egyszer. Királyság van. Így a jó, hogyha ilyen 14-et mutat. Az a jó. Az a jó. Na figyelj csak, hozd le a töltőt, jó, és megmutatom, hogy működik. Itt az oszlopon rárakjuk, jó. Mert elég keservesen indítja. Na, jó lett. Egy csavar nem volt meghúzva. A generátoron van még egy plusz csavar, és az lötyögött, és nyilván az adja át ott a feszkót, úgyhogy azon megy keresztül. Na mindegy, értitek? És na, az a lényeg, most tölt. Szuperül. Fordulattal megvan a töltés, hát nyilván most az akkumulátor teljesen le van merülve, így meg van sértődve. Nagyon szívja az akkumulátor a energiát. És megenyhült! 3 fok van! Csak hogy legyen vége a videónak, hát a Skodát már, már hogy másfél hete kb. Akkor raktam bele a generátort. Beszéltem a tulajjal, azt mondta, hogy stabil és jól működik, úgyhogy hát ennyi ez volt a baja. Ezért is volt karácsonyfa a műszerfa, mert valószínű, hogy mielőtt leállt, már annyira alacsony volt a akkumulátor feszültség, hogy már a vezérlők már meg voltak kergülve, gondolom ilyen 11 volt környékén már valószínűleg már nem tetszik nekik, már megkergülnek, és vagy 10 volt. És hát ennyi, egyszerűen a generátor hülyéskedett, hol dolgozott, hol nem dolgozott, mikor előzőleg néztem, akkor pont tökéletesen dolgozott. Hát a szénke fel vagy hozzáér a gyűrűhöz, vagy nem. Úgyhogy ez ilyen. Finnországban ez teljesen normális, hogy a generátor kihullik, vagy az önindító kihullik, mert ezek mind nagyon a hideg miatt meg van terhelve. Meg az akkumulátor, meg ilyenek. Ez a 3-as kombó, ez bármikor széthullhat. Úgyhogy valamikor a 3 éves akkumulátor széthullik. Valamikor jártam úgy önindítóval, hogy 8 hónapot bírt. Úgyhogy annyira hideg volt, meg annyira köszörülni kellett, meg ilyenek, hogy a rugó, ami nyomta a szénkefét az önindítónál, az kilágyult a melegtől. És egyszerűen nem nyomta oda a szénkefét, az pukkannyi. Úgyhogy csere. Meg hát ott kicsit ott meg is kékült minden. Úgyhogy ez ilyen az a történet, itt hideg van, tök normális, hogy generátort, önindítót, meg akkumulátort kell cserélni, meg kábeleket. De sokszor a kábel is elég. Sziasztok!